Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Görög Ibolya protokoll szakértő, író, előadó. 1987-től 1999-ig a miniszterelnöki hivatal protokoll főnöke. 7 miniszterelnök mellett dolgozott. 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjében tüntették ki. Elsősorban cégek, intézmények kérik a tanácsait, számos nagy sikerű könyv szerzője. Derűje, személyisége és vitalitása miatt a média gyakran foglalkoztatott szereplője. Én önt még nem nagyon láttam, sőt, egyáltalán nem láttam lehangoltnak. Ön nem engedi, hogy az legyen, vagy nem engedi, hogy más lássa, ha lehangolt? Én harcolok ellene, hát nyilván nekem is vannak rossz perceim, de én, ha egy mód van rá, akkor keszmergek ki belőle. Ugye, esetleg otthon például nincs munkám, és csak úgy leveleket írok, vagy írogatok, tehát nem effektív eladásra megyek, hanem otthon vagyok, és kezd rám törni valami önsajnálat, akkor azonnal egyből bekapcsolom a zenét, hagy szóljon, tehát valami zörögjön, és akkor kimegyek, főzök valamit, vagy tehát valamit elkezdek tenni-venni. Amikor úgy rám tör a búbárnak, de hát azt maga nem fogja látni, este elalvás előtt. Általában az emberek olyankor a jókra gondolnak, nekem meg olyankor jönnek azok a gondolatok, hogy miket szúrtam el az életembe. Tehát ezek a rosszak. Napközben hál' Istennek ilyen nincsen. Harcolok is ellene, meg alapjaiban szerintem eleve is személyiségemben is egy ilyen pozitív vagyok, mint mondjuk egy átlag. De amikor jönnek ezek a démonok, én úgy hívom ezeket a gondolatokat, akkor azt hogy kell elhesegetni? Vagy egyáltalán el kell hesegetni? Nem kell, szerintem elolvás előtt este az a fél óra, legyen az a bánaté, aznak megadom a bánatot, azt elszomorodok, hogy miket rontottam el, és hogy mi lett volna, ha nem, és aztán mondom, hogy de így is mennyivel jó, és akkor ugye el vagyok. Egyet mond, ami még ránk tartozik, ami úgy meg szokta támadni, vagy időnként eszébe jut, hogy mi az, amit elront? Sokszor az lehet apróság is, hogy most miért mondtam neki, nem kellett volna. Mit tudom, én egy iskolába gyakran járok vissza, és ott tanítom, a érettségizőknek van egy előadásom, úgyhogy nagyon-nagyon kurta a szoknya, az csak egy bizonyos korrigió, már 30 éven fölül nem. És van egy tanárnő, aki abban 50 körüli, és mindig ilyen kis bokorugró szoknyákat hol. És egyszer szóltam neki négy szem közt, aztán egyszer úgy ránéztem az én szememmel, és most harmadszor szóltam megint neki, és akkor láttam, hogy nagyon rosszul esett a nőnek, és otthon ilyen nekem, amik olyan apróságokon, hát ami meg olyan bonyolultabb, nehezebb az életem folyamámmal, azért a pár év alatt összejött ilyen, hát azt meg olyan nagyon nem is szoktam elmondani senkinek, mert miért keserítsek el mást is vele. Nem az a típus, aki, ha nyilvánosság előtt értető módon nem is, de mondjuk a szűk körének, a mikrokörnyezetének azért elmondja, és ventilál. Nem, nagyon ritkán. Ugye azonos, nincs jogosítványom, úgyhogy én azonos kocsival járok most már 21 éve, és ugye hosszú utakon Józsival beszélgetünk, és akkor néha esetleg neki elmondok olyat, ami mondjuk valami rossz történt velem, de ő ezt nagyon lazán kezeli, akkor elkezd másról beszélni. Tehát tudja, hogy ebben nem szabad belemenni, meg fölösleges is. Mindenkivel történik jó meg rossz, olyan nincs, akivel csak jó történik, ezt maga is tudja. De hogyha rosszat hangsúlyozom az életemből, akkor egy örök keserű ember maradok. Tehát azzal meg kell próbálni átlépni, és valami utána tenni valami olyasmit, ami sokkal jobb, mint amilyen rossz az volt. Tehát egy kicsit überolni azt, amin túlmentem. Tehát vannak olyan dolgok, rossz döntések, amiben bele tudunk ragadni, nem? Nem szabadna. Persze, hogy vannak rossz döntések, de az ember azt legfőjebb elalvás előtt, hogy végig gondolja, hogy rossz döntés volt, de az nem befolyásolhatja az életemet. Már akkor egyfolytában csak egy ilyen sarokba húzódó, introvertált kis néma kis hal lennék, hogy úristen, miket rontottam el. Nem szabad. Az embernek élni kell az életét, és nem pedig a múlt az mögöttünk van, azt már megcsináltuk. Az már elmúlt. Az a past perfect, mondja az angol. Azon túl vagyunk. Hogyha azt pörgetném állandóan, hogy mondják, hogy mert azért, mikor még 360 volt a kenyér, meg hát bizonyat még, amikor az orvos szóba állt velem, miért kell ezeket így föl? Hát volt, most meg nem olyan, nem az van. Hát a visszamenni mindig a múltba, igazolni valamit, ami ma történik velem, ez egy butaság, mert az már elmúlt. Mindig a jövőn gondolkodott Ibolya? Tehát mindig előre tekintett világéletébe? Előre se nagyon. Tehát én azt szeretem megélni, hogy ami most van, ez a carpe diem. Ami most van, azt éljen meg de jól, mert ki kell? Tudja. Az baromi nehéz.
Nem, én nem érzem nehéznek, mert mit tudom, én reggel fölkelek és fáj a derekam, akkor lemegyek gyalogolni egyet, hogy hagyd múljon el. És nem úgy ülök, hogy jaj, de fáj a derekam, hanem akkor megpróbálok tenni ellene. De nem szabad, hogyha az ember, meg a jövő is olyan, hogy eltervezem, hogy majd mit tudom én, jövő májusban mit tudom én, és ha meghalok addig, tehát nem éri meg, meg a tervezés is nem mindig tőlünk függ. Megtervezem, de a környezet az olyanná válik, ami nem valósulhat meg. Szóval tervezni is csak annyit kell, pláne egy idő után, persze fiatalon más az élet, de egy idő után már a tervezésem az, hogy megéljem. Aki elmúlt 60, az tudja, hogy miről beszélek. Azt mondja, hogy például azt tudja bántani, hogy lehet, hogy nem úgy, vagy nem kellett volna szólni valakinek. Ibolyának ki szólhat például? Tanáccsal, észrevétellel, kritikával, bármivel kapcsolatban? Hát, kevesen szólnak, mert én rosszul viselem. Szóval ezt valahogy őszintén megmondom magának, hogy egyszer nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy én színésznek se nagyon lettem volna jó, mert én nem bírom, ha nekem megmondják, hogy mit csináljak. Tehát én inkább, ha már ebben a műfajban van, inkább a rendező műfajban tudnék gondolkodni magamon, de hát persze már nem. Tehát én nagyon erős az önkritikám. Én egész gyerekkoromat úgy éltem le, hogy én valamit mindig rám szólt. Szóval anyám engem borzasztó keményen nevelt, és nagyon ritkán dicsért. Apukám az más, az a lelkemmel foglalkozott. Tehát én egész életemben úgy nőttem föl, hogy volt egy maximális szigor, az anyai szigor mögöttem, ami mindig rám szólt, minek az, miért kell az, ne így csináld, ne úgy csináld, tehát folyamatosan. És ez 62 éves koromig így ment. És ez egy borzasztó erős kontrollt adott nekem az életemhez, hogy én ne szálljak el, tehát hogy legyen bennem mindig egy olyan, hogy mert én miért lennék én más, mint miért. Hát azért, mert most megírtam a könyveket, vagy azért, mert most előadást adok. Tehát én ez valahogy visszafogja bennem azt, hogy az önkritikát az igenis hallgassam meg. De ez azt jelenti, hogy saját magával szemben a legkíméletlenebb? Igen. Ezt így mondhatnám. De azért más nem mondja meg. Én azt magamnak nagyon jól megmondom, meg magamnak nagyon jól látom is, meg megpróbálok tenni is ellene, de rosszul viselem, amikor valószínűleg azért már egyedül élek. Tehát nem volt, mert házaspár az folyamatos, ugye a kontroll. De mert ez nekem nem volt meg, feltétlen emiatt rosszul viselem, ha rám szólnak. Nem, meg nem sértődök, de azért rosszul esik. Rosszul mutatja esik. Is. Igen. Van egy olyan arckifejezésem, ami nagyon mutatja. Ha már említi, hogy egyedül él. Igen. És mindig ilyen nagyon vidám és harmonikus emberbenyomását kelti. A nyilvánosságban, meg magánérintkezésben is. A kettőnek van köze egymáshoz, vagy pont emiatt, ennek ellenére ilyen kiegyensúlyozott? Szerintem annyiba van köze, hogy aki egyedül él, és nem úgy, hogy sokáig párban élt, és hirtelen magányos, tehát ma az egy más tél. Én magányosan élek egész életemben tulajdonképpen. Volt két kóborházasságom, tehát az mellőzhető. Tehát csak úgy volt, hát nem érdekel, egyik se volt valami nagyon. De milyen nagy, hosszú ideig tartottak? Az első az fél évig, a másik meg két évig, szóval nem volt egy mélyen szántó kapcsolat egyik se. És tulajdonképpen én 82-től egyedül élek. És az egyedül élés kihozza azt, hogy ad egy belső békét, hogy magamnak intézem a dolgaimat. Én tudom, hogy mennyi pénzem van, én tudom, hogy honnan szerezzek, hogy mit dolgozzak, én döntöm el, hogy most mikor kelek, mikor fekszem. Tehát egy csomó olyan dolgot az ember magának intézel, ami konfliktusokat kizárja. Tehát én szerintem ez ad egy békét. Soha nem volt úgy, hogy bárcsak lenne ön mellett valaki? Jaj, nem. Nagyon nem. Nagyon nem. Én annyira megszoktam, hogy én már attól lennék rosszul, ha nekem ott kerülgetni kéne valamit. Azon halálosan komolyan mondom. És nem azért, mert most már kinőttem abból a korból, de mikor nekem, hát azért a 82-től azért nyilván voltak kapcsolataim, ha nem is házasság, de nem az ott alvós típus, tehát legfeljebb egy éjszakát, de az tényleg már csak azért, mert más városban lakott. Tehát én nekem ne lakjon ott senki. Valahol az embernek az legyen ünnep, ha találkozik valakivel. Én akkor úgy gondoltam, most meg úgy gondolom, hogy az az ünnep, ha nem jön senki. De Ibolya mindig nagy társaság életet élt, nem? Soha. Tehát sok barátja van. Soha. Nem? Nem. Nekem soha nem volt sok barátom. Nagyon kevés, de azok veretes, kitartó, veretes régi barátok, de nincs nagy társaságom. Nem is érzem jól magam társaságban. Ez onnan ered, amit mondtam magának, hogy színész vagy rendező. Elmegyek egy társaság, ott vannak 20-an, és ott engem nem ismer csak 2-3 ember, akkor egy idő után borzasztó magányosnak érzem magam, hogy nem én vagyok a középpontban. Most csak ezt így négy szem közt mondom el magának. Tudom, titkot tartani.
kapcsolta, igen, hogy én úgy szeretem, hogyha körülöttem vannak, én nem tudok úgy beleelegyedni egy társaságba. De a figyelem kell? Igen, meg a szeretet. Hogy minél többen... Én azért nagyon megdolgozom, hogy engem szeressenek, de az nekem nagyon kell. Kell? Igen, nagyon kell. Hogy én, ha megjelenek valahol, jött be a klubrádióba is, hogy mindenki rám mosolyog. Hogy az mennyivel jobb, mint hogyha csak úgy állnék, hogy majd csak történik valami, azt úgy nem. Bántja is, hogyha ez elmarad? Igen, igen, akkor általában azért nem is szoktam járni, hogy sok meghívnak, nem sokszor, de néha ilyen fogadás, vagy valami, nem is nagyon szoktam elmenni, mert egy lenni a sok közül az nekem olyan nagyon nem okoz örömet. Kiemeltnek lenni, az a jó? Valahol úgy kiemeltnek, nem főszereplőnek, hanem úgy, hogy olyan élesztőnek, hogy ott körülöttem, hogy úgy szeressenek, megkérdezzenek, megsimogassanak, megkérdezzenek valamiről, írnak nekem, rám szólnak. Tehát amikor szükség van rám, az a jó. Egész életemben nagyon-nagyon meg kellett dolgoznom azért, hogy engem szeressenek. Kicsoda? Hát kezdem az anyámmal, mondjuk, ha visszamegy, ha addig visszamehetnék. Nem nagyon akarom őt már holtában bántani, de azért ő nagyon sok mindent tett azért, hogy én ilyen alkat legyek, még ha sokszor nem is szándékosan. Tehát nekem mindig meg kell dolgoznom az elismerésért. Jó tanuló voltam, elég nagy szájú is, de mindig ott voltam, hogy én nem lehet átlépni rajtam. Tehát én mindig szerettem megtenni azt, hogy én ott fontos legyek. Valószínű azért, hogy ne legyen az, hogy ez csak a kis görög. De én ezért megdolgoztam, hogy engem elismerjenek. Szerintem az mindenkinek kell. Mert hogy az édesanyját úgy hívták, hogy a szép görögné. Igen. Ugye? Tehát ő egy ilyen nagyon szép, nagyasszony volt, igen. És nagyasszony volt, és igen. Volt egy picit, most csak így ebből kiindulva, amit Ibolya említett, hogy nehogy véletlenül az ő árnyékába legyek? Tehát nekem muszáj bizonyítani? Hogy saját jogon is nem vagyok valaki? Nem az árnyéka miatt, hanem hogy ő maradhasson elől. Neki volt ez fontos? Igen. Még majdnem, hogy az önkárára is? Hát persze. Tudatosan, hogy egy kicsit ő... Ezt tudatosan senki nem csinálja. Hanem ő ösztönből volt olyan, de már a lánykorától olyan volt, hogy ő az első, és senki más nem számít. Nem akarom kibeszélni, mert mindenkinek nyilván az anya, mint olyan, az egy szent fogalom, de én sajnos nagyon sokat, már felnőtt a harmadik könyvbemutatómra, már el se akart jönni, hogy ez csak egy könyvbemutatóm, én menjek. Én tudom érzékelni, abszolút. Hogy... Abszolút. Hát hogy, ebbe belehalt, nem? Hát ez egy kicsit megviselt ez a dolog, ez tény és való. Nekem az egész életem arról szólt, hogy anyu ugyan mit szólna hozzá. És valószínű, hogy azáltal, hogy ennek az ellen gyógyszereként termelődött ki bennem az, hogy nekem dolgozni kell azért, hogy szeressenek, mert különben nem érek semmit. És volt olyan, amikor úgy kifejezésre jutott az édesanyja? Soha. Soha? Hát az nálunk olyan, hogy nem, az a nem, az ilyen szó nincs. Már hogy nem lehetett neki nemet mondani? Persze, hogy nem. Hát az teljesen kizárt. Ott volt Ellenpólusnak az édesapja, aki meg gondolom nagyon azért... Nagyon korán meghalt sajnos, mert ő is nagyon megszenvedte ezt a fajta despota családfölépítési modellt, de ő nekem nagyon-nagyon sokat adott. Tehát ő adta meg nekem az együttérzést, az empátia készséget, a szeretetet, a tudásvágyat. Tehát sok minden olyat adott meg nekem, ami ellensúlyozta utána, hiába, hogy hamar meghalt, ellensúlyozta az életemben azt, hogy volt mihez visszanyúlni. Arról kérdezhetem, hogy ugye nincs gyereke. Nincs, sajnos nem lehetett. Ja, nem lehetett. Nem lehetett. Amikor még nem tudtam, hogy nem lehet, akkor még akartam, de aztán, hogy nem lehetett, hát akkor az ember azt hozzá leszáma, kész, nem kész. Tehát nem lehet azon rágódni egy életen keresztül, hogy jaj, nincs gyerekem. Mert amikor 82-ben kiderült, hogy nem lehet gyerekem, most akkor vagy azt választom, hogy úristen, ezen sírok egész évet ebben, vagy azt mondom, hogy hát akkor élek így, hát így is jó. Hát miért ne lehetne az jó? Ó, de ehhez nagyfokú szemléletváltás és tervszerűség kell már, mint hogy belül. Hogy az ember tudjon egy egészen másfajta perspektívát váltani. Hogy ne keseregjek, hanem sokkal inkább az új helyzethez és körülményekhez alkalmazkodjon. Pont, az elkeseredés, az semmit, senkinek semmit nem ér az elkeseredés. Hiszen nem fognak bekopogni, hogy jó napot kívánok, nem akarja, hogy csinálják magának egy gyereket. Hát ilyen nincs. Vagy bekopogni, hogy akkor csókolom, adok magának egy új munkahelyet. Az ember, ha csak várja és kesereg, hogy ilyen az élete, az olyan is marad. Teljesen fölösleges az elkeseredés. Nyilván vannak objektív szempontok is, hogy valaki szereti a lecsót, de most nem tudja megvenni hozzá, mert nagyon drága, az nyilván, de ez nem elkeseredés, hanem ez egy rossz érzés, és akkor helyette csinál, mit tudom én, egy spenótos tésztát. Tehát van alternatíva. Ez nyilván befolyásol sok embert, ma az elszegényedés, ez tényleg
mert szegénynek lenni az egy dolog, de elszegényedni a folyamat, az az, amitől el lehet szomorodni és keseredni, de ott is meg kell találni valami fajta kiutat. Én ismerek egy hölgyet, aki özvegy lett, és tényleg létminimum szinten él, és röhögve meséli, hogy hát képzeld el, hogy hát túrós tisztát, de hát nem bírom megvenni, hát most mit csináljak? És nevetve meséli el, hogy az élete milyen. És akkor nem, és akkor más tervez helyette. Tehát, Szívből. Azért szeretem őt, mert ezen a helyzetén kineveti ezt a helyzetét, hogy miben keveredett. Vagy mit tudom, hogy hát nem megint megrántottam a bokámat. Tehát nem úgy mondja, hogy jaj, megrántottam, hanem azt mondja, hogy egy napig pócoltam, mire rendbe jött. Tehát úgy tudja előadni még a keserű dolgokat is az életéből, hogy ez nekem egy felüdülés hallgatni, hogy nem jajgat, meg nem panaszkodik. Meg ez a, hogy mit tudom, mert nem adta át a fiatalember a buszon a helyét. Mondom, akkor menj oda hozzá, hogy ne haragudjon, fiatalember, nagyon fáj a lábam, megengedné, hogy leüljek, és akkor átadja a helyét. Azt én jól gondolom, hogy ön szinte mindig tudja, hogy mi a megoldás? Törekszem rá. Ha meg nem lát, elsőre nem üt eszembe a megoldás, akkor inkább arrébb megyek. De ha találkozott, vagy találkozik az életében, vagy a barátai életében egy problémával, ön azért úgy rendszerint tudja, hogy merre van az előre. Igen. Ezért sokan keresnek meg. Tudja, ez azért van, mert az ember megöregszik, és ahogy öregszik, egy csomó mindent megtanul. És azáltal, hogy rengeteg minden tapasztalatom van az életemben, nekem már majdnem mindenre van egy kis fiók az agyamba, hogy na, akkor erre ez a válasz. És általában ezek be is jönnek. Mivel keresik önt meg? 18 éves kislány. Érettségizőknek tartottam megoldást, és azok is engem szoktak utólag keresni, hogy már 5-ször fölhívta a fiút, és a fiú nem hívja őt vissza, hogy akkor mit csináljon. Most hogy mit írjon neki SMS, mondom, azonnal töröld még a névjegyzékből is, eszenedbe jusson. Mondom, maximum egyszer, de már egyszer is kár volt, de hát még, hogy másodszor meg 5-5-ször, hát eszedbe ne jusson. Fiúnak is ugyanezt tanácsolta volna? Persze, sőt. Igen. Bár a fiúnak azért mondanám, hogy na jó, akkor kétszer. Mert én szerintem hiába változik a világ, és azért mindig egy férfi azért egy kört szeret futni. Szóval a hódítás az a maszkulin tulajdonságok között nagyon benne van, hogy győzzön, és hogy akkor győz, ha egy kicsikét harcolni kell nyilván. És ezt hiába tagadják, hogy ez már nem így van, meg minden, azért ez így van. És önt például úgy nagyon meg kellett hódítani, tehát megdolgoztatta a fiúkat? Nem, nekem elég volt, hogyha úgy láttam a szemén, hogy úgy szeret, hogy az a, legyen humorérzéke, legyen kedves, és lássam rajta, hogy ő engem tényleg úgy szeret. Hogy nem? Hogy nem, igen. Ha már itt arról beszélünk, hogy mindig tudja a megoldást, és nem esik kétségbe, azért egy-két dolgot így fölírtam magamnak azzal kapcsolatban, hogy adott volna az élet okot arra, hogy például kétségbe essen. Ugye a második férje tudomásom szerint elég nagy tartozást halmozott fel. Igen. Akkor például, azt önnek kellett kiegyenlíteni. Igen. Akkor se gondolta az, hogy hát most mi a túró lesz itt velem? Nem, mert egyből a megoldást kell keresni. Tehát bármi rossz történik az emberrel, arra egy éjszakát rá kell szánni, de utána azonnal a megoldást kell keresni. Ahogy mondják, hogy nyomás alatt nő a pálma. Tehát mikor nekem ez a, nem is azért mentünk le, mert hogy adósságot halmozott föl, hanem mert hogy más lányhoz ment el. Na mindegy, szóval félrelépek. És hát azt én soha nem bírtam elviselni, és hál' Istennek, hogy vége lett, és én nem azt kerestem, hogy akkor én most mi, hanem hogy mi lesz a megoldás. Hát én Matyó válkendőket hímeztem, állandóan a fordításokat csináltam, ugye oroszból, angolból, de amikor már nem volt elég az a pénz, akkor válkendőket hímeztem. És amikor már úgy éreztem, amikor elköltözött tőlem, és már végképp minden rám szakadt, akkor jött egy lehetőség, hogy ki lehet menni dolgozni Moszkvába 4 évre. És akkor én kimentem Moszkvába dolgozni 4 évre, abból 3 évig adósságokat fizettem, és utolsó 1 évbe tettem a tartalékot arra, hogy a továbbiakon meg tudjam az életemet itthon oldani. Tehát már rég szétmentek, és 3 évvel később is még a volt férjének az adósságait fizette? Hát úgy volt férjem, hogy a közösen fölvett OTP adósságok. És ő még élt, mint Marci Hevesen? Igen. Azt nem tudom, hogy mennyire Marci Hevesen, de boldogan élt, persze. Aztán ezt nem is beszélték ki, hogy ön nem, ilyen én nagy... Nem, én nem álltam szóba vele. Ha nekem vége, akkor vége. Igen, ilyen így? Abszolút. Tolerás, de ha vége, akkor vége. Szinte már ilyen köszönésük se? Hát majd, hogy nem. Hudához azért meg kell bántódnia, nem?
Nem, ez valahol egy önvédelem. Mi, ez amíg, ami, hogy nem bánkódunk a múlton, ez ugyanannak a második lépése. Hogyha elszakadt, akkor elszakadt, kész. Sok ilyen ember van, aki egykor közel állt önhöz, de aztán már úgy elszakadt? Tudjam, ez érdekes, hogy például ez a második férjem, ez nem is állt közel hozzám. Tudom, hogy ez most így furán hangzik, de nem érzem, hogy ez lelki rokon lett volna. Volt egy nagyon-nagyon fontos barátnőm, aki közel állt hozzám, és annak is így hirtelen egy ollóvágással lett vége a megbántások sorozata után. Ön vágta el akkor? Én vágtam el, igen, mert nem érezte meg azt, hogy mivel bánt meg engem sokszor, és akkor inkább megmagyarázni sokkal fájdalmasabb lett volna. És ilyet úgy, ahogy van, egy éjszak alatt eltemet. Igen, igen. Nem is hiányzik utána. Na, ez eltemet, hát ez csak ilyen felszínes eltetszik ebben a hantolás a dolgoknak, mert amikor mondtam meg az elején, hogy éjszaka jönnek este a gondolatok, akkor jönnek ezek a félig eltemetett gondolatok, de soha nem olyan szintig, hogy én ezen úgy kimondottan bánkódjak. Csak úgy az ember elalvás előtt kicsit el van. A másik ilyen, amikor nagyon-nagyon kelendő, sikeres protokollszakértő volt már, mint a miniszterelnökök közelében, és 99-ben aztán tulajdonképpen a szabadsága alatt egyszer csak azt mondták, hogy köszönjük szépen. Más ember ilyenkor, hát össze is roppant volna. Ön mégse tette. Én nem voltam kedvenc protokollszakértő. Én akkor a protokoll főszervezető voltam, egy beosztott köztisztviselő voltam. És amikor egy nap alatt szóltak, hogy akkor már nem megyek be, akkor tényleg összezuhantam, egy éjszakát átsírtam, hát annak rendje módja szerint, ahogy az kell. És ez egy pénteki nap volt, és rá hétfőn viszont már azonnal mentem fejvadászokhoz. Tehát én azon, nem, hétfőn még bementem leszámolni, és akkor egyik ismerősöm a kormányőrségtől, katona, adott nekem egy listát, hogy amikor ő álláskeresett, akkor ez a listája volt, fejvadászok, és akkor én mindjárt mentem, és írtam az életrajzokat angolul, oroszul, magyarul, és akkor ment, küldtem el valami 50 helyre, és utána az volt, hogy kezdtek behívni engem ezekre a helyekre. Volt, azért hívtak be, hogy igaz, hogy 50 évesen már nem kellek, de az úgy nem láttak még így életbe protokollszakértőt, protokollfőnök, hogy néz ki. Tehát úgy elkezdett mozogni az életem, és akkor szólt a kiadó, hogy kéne könyvet írni. Ezt már meséltem magának, hogy a könyvírás, hogy szinopszisa van-e, mondtam, orvos még nem látott. Na szóval mindegy, a lényeg az, hogy akkor jött a könyvírás. Tehát ez a egy borzasztó rossz éjszaka, után azonnal mentem a fejvadászokhoz, és az után jött a kiadó, jött a könyvírás, kezdtek eladásokra hírni, tehát szépen kifort az életem. Tulajdonképpen lehet, hogy ez egy ilyen erőszakolt és nyakadta kert gondolatkísérlet. De voltak éppen lehet, hogy jót tett önnel az élet. Azáltal, hogy eljött onnan? Persze. Minden, ami elmúlik az életben, az mind jót tett velünk. Hát különben ott haltunk volna meg. Tehát bárkivel bármi rossz történik az életben, az valamire jó lesz egyszer. De mikor jövünk rá, hogy mire? Ha nem is, akkor mindjárt. Ha merünk. Tehát, ha én merek azon túllépni, hogy engem anyám nem szeretett. Amikor ezen merek túllépni, akkor tovább tudom a személyiségemet esetleg fejleszteni. Amikor engem kirúgtak abból az általam imádott állásból, hogyha én abba belezuhanok, hogy egy pár hónapot pihenek, majd meglátom, akkor ott is maradok. Hanem azonnal lépni kell. Az ember, hogyha nem akarja ásni magát a gödörből, akkor az szépen vissza beomlik rá. Volt valaha egyszer ön a gödör alján, amikor úgy nem nagyon látta a kiútat? Hát, ahogy így végig gondolom, olyan nagyon nem volt nekem olyan. Voltak rossz döntéseim, voltak rossz szituációim, de ezek mind ilyen utólag már így visszanézve a múltamban, ezeken átmeneti dolgok voltak, és abból ki kellett mindig jönni, mert különben minek él az ember, hogyha nem jön ki belőle. Ön nem az a típus, aki könnyen kér tanácsot, ugye? Vagy segítséget? Nem, nagyon nem. Nagyon, ez engem beteggé tesz, ha nekem segítséget kell kérnem. Miért? Az a mi a nem baj? Tudom. Valahol úgy érzem, hogy akkor adósságba keveredek. Tehát, hogy ezt vissza kell adni, hogy lekötelezettje lesz a lekötelezettség, igen, azt hiszem, attól félek. Nem is került ilyen helyzetbe? Nem, pont azért nem, mert sokáig, régóta élek egyedül, a kötelezettség, mint valaki ezt leköteleződést mondott, ez egy jó szó, hogy ez engem akkor már szabadságomban fékezne. Uh-huh. És mindig gondolom, nagy szabadság fokkal érte az életét. Tehát ez mindig fontos volt. Mondta, hogy nem szerette, ha irányítják. Tehát mindig ön szeretett dönteni a saját sorsáról. Így van, és szerintem ez így volt helyes. Az ember mástól várja a döntést, az olyan is lesz.
Tehát ami mögé nem tudok odaállni teljes személyiségemmel, teljes alkatommal, nem tudom vállalni azt a döntést, hanem csak mert valaki azt mondta, hát annak böjtje lesz. És ön ugye jól figyeltem meg, hogy az idő előre haladtával sem lett kesergőbb. Sok olyan éltesebb hölgyet ismerek, aki úgy, nem azt mondom, hogy elgonoszodik, ez nem igaz, de hogy az idő előre haladtával mind jobban válik lemondóvá, cinikussá, szomorúvá. De mintha önnél ez pont fordítva történne. Ez az éltes, ez olyan aranyos volt, szeretem magát. Ez igen, kölcsönös, tudja? Igen, tudom, hát ez szerelemkész. Én azt hiszem, hogy én ahogy öregedtem, úgy lettem normálisabb. Ez hogy ért? Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy régebben jobban pattogtam, több mindennel megsértődtem, valahogy úgy éreztem, úgy érzem, olyan, hogy utóbbi 15 évben érzem úgy, hogy olyan jól érzem magam. Tehát én az öregkoromra lettem ilyen toleráns, ilyen megbocsátó. Az okára rájött, hogy mi van most, ami nem volt mondjuk 20 évvel ezelőtt? Nem tudom, az ember, ahogy... Nekem van erre egy megoldó képlet. Mondja, hát, ha kitaláljuk. A szabadság. Igen. Most olyannyira a saját maga ura, hogy 20 évvel ezelőtt nem biztos, ez hogy így az van. Volt. Te ezt így eltalálta. Tehát annyi munkám van, amennyit bevállalok, nincs főnököm, nincs beosztottam. Szinte autista módon rendet tartok az életemben. Nagyon tetszett az egyik interjúban, a fogyókúráról kérdezték, vagy valahogy az jött szóba, és ön azt mondta, hegyként, de nekem nagyon szimpatikus módon, fogyjon le más, ön már nem hajlandó magát mások miatt rosszul érezni. Ez így van. És ez nekem nagyon tetszik. Én egész életemben fogyókúráztam. Már mindent próbáltam. Fogyókúra visszajött. Megint fogyókúra, még több jött vissza. És amikor elmúltam 60, akkor gondoltam úgy, hogy hát most már fogyjon más. Én most már abba hagytam. Tehát a testképzavar, mert melyik nőnek nincs testképzavara, mindenkinek van. Férfinak is. Persze, hogy zavart, hogy több vagyok, mint aminek kéne lenni, de most már az utóbbi 3-4 évben már este zavar. Ennyi van, kész. Ne hízzak az egészségem miatt, de egyébként meg, hogy én soha nem voltam egy twiggy. De volt régen olyan, hogy sanyargatta magát? Valakinek nagyon meg akart felelni? Amiatt, hogy úgy elvárták volna, hogy én vékonyabb legyek valahogy, hogy hát, hogy igen. Valahogy az mindig benne volt a képben, hogy a görög ibolya olyan kis, hát húsos. Soha nem voltam löttyet kövér, hanem olyan húsos. De ez valahol mindig benne volt a képbe. Meg ugye fiatalabban az ember nézi a másokhoz képest, hogy én hogy nézek, itt hasonlítgatja magát. Ez minden... Meg hát ön nagyon hiú ember, ugye? Azt nem mondhatnám, hogy hiú vagyok, nem, én csak törekszem arra, hogy az ápoltság látszom mindig rajtam, a rendezettség. Tehát engem soha nem látnak kócosan, tehát hogy a rendezettséget lássák rajtam. Nem tudom, én a szemetet, ha leviszi, vagy akkor is teljes vértezetbe megy le? Én mikor reggel fölkelek, lezuhanyozok, és eleve fölveszek egy pamutnadrágot egy pólóval. De az a póló soha nem foltos, soha nem nyúlott, hanem egy normális állapotú póló, és megfésülködöm. És minket nem rakok. Tehát azt mondjuk otthonra nyilván az ember nem, de hogy én nem mossak fogat, ne fésülködöm, meg ne zonjon, a föl sem merül. És nekem ez így is jó, tehát engem ez nem terhes nekem. Ami viszont már öregasszonyos, hogyha én ezt lerakom ide balra, és jön valaki hozzám, vagy kette-hárman dumálnak, és az arrébb teszik 2 centivel, amikor elmennek, az első dolgom, hogy én visszahúzom. Tehát ez már öreg. Nem szórok rá, mert hát miért szóljak rá. De amikor elmegy, azzal kezdem, hogy akkor vissza a helyére. De hát ezen már én magam is nevetek. Mert szeretem, ha jönnek hozzám. Imádok főzni, kirakom, teríték, minden nagyon jót. Eldumálunk. Utána még iszunk kávét, esetleg még egy, mit tudom én, egy martinit utána, vagy valamit. De már mikor mennek? Tehát én nagyon lelkesen fogadok, és szeretek bárkit, ha jön hozzám, és tényleg a lelkemet, és sütök, főzök, és mindent. De ha ott vannak, akkor meg mindenki, amikor úgy mindenki megette, jól van, akkor már menjen már elfele. Tehát... Említi a martinit. Ön azért úgy tud jól élni, ugye? Tehát, hogy élvezni az életet. Hát a martinit az régebben élveztem, azt most már nem merem, mert már az erős nekem. Tehát az ember tudja, hogy mi a testileg, mit mirel. Tudjam, amikor nincs eladásom, akkor olyan 11 óráig dolgozom, és akkor, hogy bekattan egy kis harang a fejembe, hogy Prosecco csatlakozás van. És van ez a kis dobozos, lehet kapni 2 deciset. Az pont egy adag, fotel, Prosecco, cigi, és megiszom. És utána ebédelek. Este 6 órakor kicsi harang, pohár rozé.
Egy üveg rozi nekem 3 estére elég. Tehát nem alkoholizálok, persze, hanem a szokás. És akkor az, hogy ott van, és megy a tévé, én kötögetek, ott a rozi, hát mi kell még az életben, mondja meg. Hát azt kívánom, hogy tartson ez itt nagyon sokáig. Kötögessen, proszekkó, pezsgő. Igen. És beszélgessük még sokat, fogunk még, mert mindig jó, él köszönöm még. Szépen, örülök, hogy meghívott. Nem különben, köszönöm. Köszönöm. Görög Ibolyó után ismerjék meg Vidák Jolánt. Egész életében a monori roma telepen élt, jelenleg is a Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programjának egyik helyi motorja. A reménység sütödében készíti a finomságokat, amibe minden nap belesüti a szívét. Annak ellenére, hogy nem volt könnyű gyerekkora és élete, szeret élni. Imádja az embereket. Hallom, úgy hívják, hogy Teréz anyu? Igen. Ki agasztotta önre ezt? A kolléganőm. Az úgy jött, hogy ha valakinek éppen segítségére volt szükség, akkor ugye én voltam az első, aki ugrott. És voltunk ilyen záró ünnepségen, karácsonykor, és fel akartam kelni, segíteni, mosogatni. És azt mondta nekem a kolléganőm, Teréz anyu, ülj le a fenekedre, hova ugrálsz? Szóval mindig te vagy az első, aki rohan. Szóval rajtad kívül nincs itt más, hát mondom, nem nagyon látok. És az így maradt rajtam. Önön ragadt ez a név? Igen. Hallgat rá? Igen. Most már mindenki így hívja. Igen. Jól esik azért, nem? Igen, mert a Teréz anya egy önzetlen, csupa szeretett apáca volt, aki nagyon szerette az embereket szerintem, és azon volt, hogy mindenkin segítsen, aki tud. És ön is ilyen? Igen, akin tudok, segítek. Ha csak abban is, hogy leülök vele és beszélgetek. Akkor is, ha nincs jó kedve, vagy akkor is? Akkor is. Ez hogy hívja elő magába? Úgy, hogy hogy mondjam neked, ha valaki olyan helyzetből, vagy olyan élet tapasztalattal jön, mint én, az már nem akar rosszat. Ez biztos. Biztos. Én annyi rosszat kaptam kicsinek, meg már fölnőttnek is, hogy én belefáradtam abba, hogy ezen rágódjak, hogy a rossz-rossz. Mert csak az ember a rosszat keresni, akkor megsavanyodik. Az életet tönkre megy. Ha de valaki úgy áll a világhoz, hogy megpróbálja megérteni a másikat, és adni valami pluszot magából, akkor szerintem az az embert egy kicsit boldoggá teszi. Ugye a lelke is, hogy mondjam, mintha szárnyalna, mint az angyaloknak. Szárnyal a lelke, mikor jót tesz? Igen. Én szeretem az embereket, gyerekeket meg főleg. És nem szoktam senkit elítélni, még nem ismerem. Mert én is azt mondom, hogy csak akkor ítélje el valaki engem, hogyha ismer, ha nem ismer. Nem tudja, hogy én ki vagyok. És én ezt nem szeretem, mikor fölöslegesen valaki valakit bánt. Ön sok bántást kapott, ugye? Nagyon, nagyon, nagyon. Szüleitől elsősorban? Hát az édesanyámtól elsősorban. Maga akkor a 70-es évek olyan volt, ugye akkor nem olyan világ volt, mint most, hogy például a rendőrök bejöttek engedély nélkül, és behoztak egy nagy kutyát, és én, mint gyerek, majd a szívbajt kaptam meg, és nem tudtam az okát, hogy mi jött be. De miért jöttek be a rendőrök? Hát mert ez volt a szokás náluk, hogy bementek, ugye a telepre bementek, ok nélkül nem kellett neki. Ez a monori telep? Igen, nem kellett neki engedély. De mit kerestek? Semmit, csak hogy ők szemlét tartottak. De ennek köze volt ahhoz, hogy roma családokhoz mentek? Igen, igen. Ez a romaság miatt volt? Igen, igen. Igen. Édesanyját nagyon korán el kellett, hogy veszítse már, mint szem előtt, mert ugye amikor ön született, ő börtönbe került. Hát egy hónapos újszület volt, amikor itt hagyott. Ő, de a börtön miatt, nem saját akaratában. Igen, 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 és a nővérem nevelt föl. Mit követett el az édesanyja? Hát lopott. Úgymond krumplit. Nem olyan nagy bűncselekmény, de akkor a rendőrök ezt így vették, hogy a bűncselekmény. Te azért lopott, hogy legyen mit enniük? Hát nem tudom, akkor én... De később hát, ha hallottam. Hát utána már nem volt rá szüksége, csak már annyira belerögződött ebbe. Hiába mondta neki az édesapám, hogy ne menjen. Elment ő dolgozni, ugye nem tudta, hogy mit csinál. És meg hát olyan társaságba keveredett, hogy hajtotta a vére, úgyhogy ment. Uh-huh. És ő össze-vissza, hogy benne volt a strázsába, a monori strázsába,
hogy 15 évet ült össze-vissza, úgyhogy nem sokat volt velem. Egy újság, uh-huh. a Trázsa, amiben szerepeltek a régi, úgymond visszaeső bűnözők. És akkor benne volt a nem tudom hány személy, aki így visszaeső, és több évet ült. Uh-huh. És én ezért nem ismertem annyira az édesanyámat. Összesen 15 évet ült. Igen. Nem egyszerre, hanem így apródonként. De tényleg csak krumplit lopott, és ezért hát kapott 15. Hát meg tyúkot. Hát így más, nem csinált. Hát élelmiszert, úgymond élelmiszert lopott. És 5 évesen találkozott vele. Igen, újra. Először. Azt sem tudtam, hogy kicsoda. De tudta, hogy az anyukájával hát fog találkozni? Hát az nővérem mondta, hogy anyu, ő anyu. De mint én gyerek, én nem tudtam hova rakni. Kedves volt önökkel? Nem. Velem nem. Velem nem. Engem nem szeretett. Már akkor sem szeretett, mikor terhes volt velem, mert megmérgezte magát. Ő meg akart engem ölni. De miért? Nem tudom az okát. Ő nem mondta el, és ezt mindig éreztette velem, hogy én egy nem kívánt gyerek vagyok. A testvéreivel nagyon máshogy bánt, mint igen. önnel? Igen. Mondd egy példát, hogy hol vett hát azt észre. A nővéremre ruhát vett, elengedte, kirándulni, engem nem. Nekem nem vett ruhát, sőt, meg amit én vigyáztam, összehajtogattam ruháimat, vagy próbáltam megóvni, azt a nővéremnek odaadta. Van egy másfél éve idősebb nővérem, és hát az volt a mindenem, meg egy 50, most 56 éves, vagy mi 66 éves a másik nővérem, és ő volt a kedvenc. És ezt így úgy mutatta ki, hogy én hazamentem az iskolából, leraktam a táskát, és nekem neki kellett állnom takarítani, vagy éppenséggel az öcsémmel vigyázni, foglalkozni. Addig ehetni se ehettem, semmit nem csinálhattam, csak ezeket. Sokat éhezett? Hát úgymond nem éheztem annyit, mert én gyereknek nem, ettem, nem szerettem a húst. Egyáltalán nem. Én jobban szerettem a zsíros kenyeret, mert ugye még anyu a börtönben volt, addig volt, mikor a nővérem, ugye, mint kislány, ő is csak zsíros kenyeret, meg teljes kávét tudott nekünk adni. Ő nem tudott még akkor főzni. Később se békült meg anyukájával? Nem. Élete nem. végéig? Hát úgymond én nem hánytam már utána a szemére, de ezt én tisztában voltam vele, hogy ő soha nem fog úgy szeretni engem, mint a másik két lányát. És apukája? Apukám azt szeretett. Igen? Annak igen. ön volt a kedvenc? Hát egyik kedvence, igen. Meg a bátyám, akit agyon lőttek 76-ba. Miért lőtték agyon? Hát pont ez miatt, mert nagy volt a feszültség a magyar és a cigányok között. Azt tudni kell, hogy nekünk volt lovunk, meg kocsink. Az apukám nem csak gyárba dolgozott, hanem kosarat is vont, és azt több vitte piacokra. És a bátyám elment a lovaskocsival a búcsúba, és a úgymond vadőr azt hitte, hogy lopni megy, és 40 centiről lelőtte. Úgyhogy azonnal meg is halt a bátyám. És ráadásul a 3 éves kislánya szeme láttára halt meg az apja. Ott ült a lovaskocsin, végignézte, hogy mit csináltak az apjával. Hány éves volt akkor? Én? Akkor 10. Hát tragédia hátán ért a gyerekkorában. Igen. És mind ennek ellenére, na ezért mondom azt, hogy ebből elegem volt, hogy én mindig állandóan csak a rossz meg a rossz legyen. Én szerettem volna azt, hogy az én lelkem ne savagyodjon meg. De ez döntés kérdése? Persze. Meg élet felfogás, szerintem. De volt is egy pont, hogy azt mondta, hogy na ebből elég? Igen. Én 10 éves koromban megfogadtam, hogy ha nekem gyerekem lesz, ugye, mint 10 éves kislányom, nem tudtam még, hogy mennyi gyerekem lesz. Én azt mondtam, mindegy, hogy mennyi gyereket ad az Isten, de azoknak nem szabad ezen keresztül menni, ami nekem. Ha nekük nem lesz apjuk, akkor én egy személyben leszek anya, apa. Az én gyerekemnek nem szabad sírni, hogy éhes, vagy nem szabad sírni azért, hogy én nem vagyok ott neki, vagy bántanám őket. Én mai napig a nagy fölnőtt fiaimat úgy szeretem, mint más a kisgyerekit. Hagyják? Hagyják. Igen? És tudják. De hagyják a nagy gyerekek is, igen. hogy tutuljgassa őket? Igen. 37 éves a 38 éves a nagyfiam. Mint én. És azt mondom neki, hogy kicsim. És ő erre? Azt mondja, jó van ma, anyu. Meg a 17 éves unokám, akkor azt mondom neki, hogy angyalkám. Kicsim. Azt mondja, mama, én már nem vagyok kicsi. Mondom, de te az vagy még mindig nekem.
Annyi szeretet van önbe, hogy az úgy nem fogy el soha? Nem, remélem nem. Ha lehetne, az egész világnak odaadnám a szeretetemet. Olyannak is, aki nem biztos, hogy megérdemli? Hát, mint embert szeretnék akkor is, hogyha nem érdemli meg. De az nehéz, nem? Nehéz, de én úgy vagyok vele, hogy úgyis olyan bolond ez a világ. Meg annyi rossz történik. Még ne tetézzem én abba, hogy nem próbálok vele jót cselekedni abba, hogy mint ember az embert szeretem. És azt mondja, hogy 10 évesen ezt így végig gondolta, és azt mondta, hogy ha a fene-fené teszik is, ha nekem lesz gyerekem, és én megtehetem, én biztosan máshogy fogom csinálni, mint a szüleim. Így van. Emlékszik is, hogy hol volt, mikor jutott erre a meggyőződésre? Hát igen, mikor hazamentem az iskolából, és mentem volna kirándulni Szentendrére, hajó kirándulásra, és az édesanyám nem engedett. Ráadásul a nővérem körbe-körbe kergette az udvart velem hajnalba, és akkor sírva megfogadtam, hogy ez, ha én nagy leszek, és nekem gyerekem lesz, ez elő nem fordulhat. Az én gyerekem, ha azt mondja, hogy ő szeretne kirándulni menni, akkor meg kirándulni. De volt ilyen, hogy a körülmények, vagy a lehetőségek ezt nem tették lehetővé, de nagyon szeretett volna valamelyik gyerekkel kirándulni menni. Ne, ilyen nem volt. Ő döntötte mindig el. Én megkérdeztem, szeretné menni kirándulni? Ha ő azt mondta, hogy anya, én nem szeretnék, én nem erőltettem. De ha ő akart menni, és mondjuk sok pénzbe került, ilyen nem volt? Volt, de én próbáltam mindig úgy csinálni. Megbeszéltem akkor a tanárokkal, hogy én részletbe fogom kifizetni. És előteremtette mindig? Igen, igen, igen. Tehát olyan nem volt, amit a valamelyik hány gyereke van? Négy gyerek. És hány unoka? 7. Hát az már tényleg nagy család, az nagyon-nagyon szép számú. Hogy olyan nem is volt, hogy valamelyikük szeretett volna valamit, de ő nem tudta volna előtte. Akkor lehet, hogy előfordult, hogy akkor abban a pillanatban nem tudtam neki megvenni, de 1 hónap vagy 2 hónap múlva én megvettem. Sőt, én ha vettem egy tévét, akkor mindig kikértem a véleményüket. Ott maradt ugye végig Monori telepen. Ott születtem, ott lakom, és remélem, még lakni is fogok egy darabig. Soha nem fordult meg a fejébe, hogy onnan eljöjjön? Nem, nem. Miért? Hát azért nem, mert ebben tisztelgek az apámnak, mert én a szüleimnek a telkén építettem, annak idején Szocpoltból, és én azért nagyon megszenvedtem azért a házé. Oda nekem senki nem adott egy szöget. Én a két kezemmel raktam le a válaszfalt téglákat, locsoltam a betont, hordtam el a sittet, úgyhogy én azt nem akarom elkótya vetjéni. Nem segített senki? Nem. De miért nem? Testvérei közül például? Nem, mert lány testvéreim vannak, a fiú testvérem az meghalt. Ugye akkor mindenki dolgozott, ugye a gyerekeim akkor még kicsik voltak, iskolába jártak, férjem dolgozott, és akkor nekem kellett helytállni. A testvéreinek is ilyen jól alakult az életük? Hát nem a bátyának, a lánytestvéreinek. Az egyik nővéremnek igen. Önnek jó férje volt. A másiknak is jó férje volt, csak ott a nővérem, aki alkoholista. Meg az öregebbik nővérem, aki alkoholista, úgyhogy... Önt ilyen nem kísértette meg soha? Nem. De ez alkat kérdése, vagy ezt is azért eldöntöttem? Eldöntöttem, mert az én férjem is iszik, és én azt mondtam, elég a családban egy alkoholista, még egyre nincs szükség a gyerekeimnek. Hány éve vannak együtt? 40. Hú, hát az már... És 40 év azzal telik, hogy azért úgy a pohár fenekére nézeget? Igen. Mai napig? Igen. És ön ezt hogy viseli? Hát most már egyre rosszabb volt, de most mit csináljak? Őt is ugyanúgy szereti, mert hát mindenkire kell jusson a szeretetében. Hogy mondjam, meg hát beleöregettem meg. Most hova szavarjam el a őtet a francba? Hát most már így kell elfogadni. 66 éves lesz most 12-én. Most mi? Már nem tudok rajta változtatni. Ő próbál változtatni magát? Hát ő meg tudja állni. Ha azt mondja, hogy nem iszik, akkor nem iszik. Van akaratereje, csak többször nincs neki. De sok bosszúságot, vagy inkább szomorúságot okozott önnek? Hát is. Úgymond, hogy van neki egy rossz szokása. Tudni kell, ha ő részek, akkor kötözködik. Meg fantáziál.
Ezt hogy érti? Hát olyanok dolgokat talál ki, ami... Jó, hogy spekulál olyanokat, aminek sem... Igen, féltékenys típus. És akkor össze-vissza magyaráz, és akkor mondom neki, hogy hagyja abba, fejezze be, és mondtam, nem volt még elég, fejezz be, menjél be, és feküdjél le. Hát ő nem 2 éves kisgyerek, de mondom, úgy viselked-e. És akkor vagy bemegy, vagy még tovább fújja magáét. Mert ha józan sót lehet törni a fején, a legjobb ember a világon. Csak mikor iszik, akkor nem. Hol találkoztak? Hol ismerkedtek? Hát ő is monori. A közvetlen szomszédunkban laktak, és a sógoromnak a testvére, ő. Mi dupla testvérek vagyunk. Ja, értem, tehát a két fiú elvette a két lányt. Igen. A két testvér, a két testvért. Igen. És ki választott kit? Ő szúrta ki önt? Igen. Igen? Igen. Sokat kellett udvarolnia? Nem nagyon. Hát, hogy mondjam, akkor, mint tini lány, szerelmes voltam bele, ez tény is való, ez az igazság, ő egy kékszemű, szőke, fehérbőrű férfi. Hát én meg Kleol barna, fekete hajú, fekete szemű, vékony voltam, 45 kiló, és ő, neki tetszettem, csak ezt másképp hozta a tudomásomra. Hogy fejezte ki? Hogy hozta a tudomásra? Hát úgy, hogy én kellek neki. Te ennyit mondott? Ennyit. Szóval nem vitte túlzásba azért romantikát. Most se. Hát, ha nézi, egy kicsit észbe kap. Nem? Nem az a típus? Nem. Ő nyíltan megmondja, hogy ez van, akkor az van. És akkor vagy elfogadom, vagy nem fogadom. Ő a főnök? Nem. Most már nem. Ön? Én. És hogy vette át az irányítást? Hát mondtam neki, hogy hát az évek hosszú során, ahogy egyre több dolgot kellett nekem megoldani, meg gondolkozni, mint egy férfi is, meg nő is egybe. És mondtam, hogy innentől kezdve, majd én hordom a nadrágot, nem te. És könnyen adta át? Hát nem nagyon. Meg kellett vívni érte? Hát ne, beletörődött. Beletörődött. Mert tudta azt, hogy nem akarok rosszat, meg hogy ez a gyerekek javára válik, meg hát nekünk is, és ő tudta azt, hogy én nem hülyeséget mondok, vagy csinálok, hanem ez mindenkinek az érdeke. Hogy jött aztán a sütöde ötlete? A sütöde úgy volt, hogy én monorom van a Kisfaludi utcában egy tanoda. És én ott dolgoztam, mint a gyerekeknek a konyhás nénie. És ugye sokszor volt születésnap. És akkor mondták a gyerekek, hogy Jolika néni, süssé már valamit. És akkor én elkezdtem ott sütögetni nekük, és a főnök asszonyom mondta, hogy Joli, mit szólnál hozzá, ha megnéznénk két műsort, aminek az a címe, hogy sikeres vállalkozások. Hát mondom, persze, nézzük meg. Az egyik egy cukrászdáról szólt, a másik meg egy varrodáról. És mondta, hogy el is megyünk meglátogatni ezt a két hölgyet, aki ezt megalakította, és bementünk, itt Pesten van a belvárosba, egy cukrászda, ami engem lenyűgözött. Nem a cukrászda nyűgözött le, hanem a hölgy. Hogy vittünk magunkkal több kisgyereket, meg anyukát, és volt egy kisgyerek, aki nem akarta abba hagyni a sírást. Mert félt. És ez a hölgy kijött, és azt mondta neki a kisgyereknek, ne sírjed, gyere, mutasd meg, mit szeretnél. Bármit mutatsz, én odadom neked, csak ne sírjál. És azt se tudta, hogy mit csináljon vele. És engem ez annyira lenyűgözött, hogy önzetlenül egy idegen kisgyereket, mint egy anya, anyai szeretettel fogadott, ezt engem teljes mértékben lenyűgözött. Ő volt a cukrászda tulajdonosa. Igen. És ő is úgy kezdte, hogy... Sajnos egyedül maradt, ott hagyta a férje, és hogy meg tudjon élni, el tudja tartani a gyerekeit, elkezdett sütni, és elvitte ilyen kávézókba a süteményét, és abból alakult ki az, hogy már cukrászdája lett neki. Akkor önnek, ha jól sejtem, nem is az üzleti modell tetszett nem. meg, hanem ennek a hölgynek az elragadó volta, hogy ő ennyire kedves és igen. nagyszívű. Igen. Mi volt a következő lépés? Azt mondta, hogy én is ilyet akarok csinálni? Nem, hazajöttünk. És akkor mondta a főnök azt, hogy na, hogy döntöttetek? És egyhangúan mondtuk, hogy a cukrászda mellett döntöttünk, és akkor még akkor a... Jó, hogy fölmerült a varroda és a cukrászda igen, lehetősége. Igen, és elmentünk a varrodába is, csak azt már nem akarom részletezni, hogy a varrodában mi történt, de a cukrászda mellett döntöttünk, a vége az lett, hogy
gyűjtöttünk 676 ezret. De ezt önként, adományként? Akit... Igen. Az utca ember adományozta nekünk. Abból... Hogy csináljanak egy ilyen cukrászdát? Hát igen, hogy a, hát ugye arról volt szó, hogy volt, adva volt két helység, csak nagyon pici, mint ez itt. Ez a, és összenyitottuk, és azt újítottuk föl. Belül vettünk asztalokat, sütőket, hűtőt, rendes mosogatót, és akkor így vagyunk most már négyen. Ez tulajdonképpen most már egy vállalkozás. Igen. És ebből jól él? Hát a fix fizetésem van, és én annak örülök, hogy mikor megsütjük a süteményt, dicsérik, elfogy. Ugye Pestre ide a Kelenföldre, meg a Fény utcába szállítunk. Miért hívják elfogadás hát, sütödének? Azért, mivel hogy a cigányokat előítélettel vannak sokan, meg voltak is, és azért elfogadás sütöde. Hogy aki elfogad engem, mint cigány embert, az elfogadja az én kezemből a süteményt is. Nem mindenki fogadja? Hát nem. Volt rossz tapasztalata is? Persze. Bement valaki, és... Azt... Nem, hanem kimentünk a piacra, kivittük a süteményt, és senki nem volt hajlandó venni. És sírtam, amikor visszamentem, és mondtam a főnök asszonynak, hogy Kata, mondd már meg, hogy mi a baj. Mi lehet a probléma? Piszkos a kezem, vagy... Vagy mi? Hogy mi nem akar senki süteményt venni? És mondta a főnök asszony, hogy nyugodj meg, Joli, majd, ha megismernek, akkor elfogadják. És ez tényleg így volt. Akkor már vitték. Igen. Sőt, volt, aki előre ordított már, hogy vigyem oda a süteményt. Az volt, hogy oda mentem, és én elkezdtem neki beszélni, és mint embert engem megismert, és mondtam neki, hogy gyere, kóstold meg. Mondom, ne úgy beszélj, ha még nem kóstoltad meg, mondd meg a véleményedet, milyen, őszintén. Nem haragszok meg, ha nem ízlik. És volt, akinek nem ízlett? Na, olyan nem volt. Ami a sztár, most, ami legjobban megy, az a lincer. Igen? Azt olyan jól csinálja? Igen. Senki nem tud utánozni. Na, hogy kell csinálni jó lincert? Hát szívvel. A szeretetemet teszem bele. Ja, hogy ezen múlik. Ezen múlik. Mert nem mindegy, hogyha én olyan imámat csinálnám, az olyan is lenne. De én, amit, ha valamit csinálok, azt a 100%-kal tényleg beleteszem a szívemet. Mert én sem, nekem sem mindegy, hogy mit adnak elém. Uh-huh. És ami a szemet gyönyörködteti, az a lelket is gyönyörködteti. Például a kolléganőm, ha morcosra jön be dolgozni, akkor addig nevettetem, még el nem múl a haragja neki, és akkor mondja, hogy ő már idegesre tud lenni, mert én megnevettetem őt. Nem is bírja a feszültséget maga körül, ugye? Hát van olyan dolog, mikor már nálam is elgurul a gyógyszerom, és már túlságban viszem, ha olyan ember jön be például, aki olyat bánt, aki gyenge, és érted? Ez akkor engem kiborít. Azon, igen? Ez azonnal nagyon. Szól, azonnal. Hát oda megyek. Én nem fél, oda megyek. Mit mond? Hogy azonnal fejezd be, mit gondolsz te, kivel beszélsz te így. A gyengébet nem lehet bántani. Nem, nem, nem. Nem, nem szeretem, amikor bántják az elesett gyenge embereket, vagy a gyerekeket ütik, vagy ha az asszonyokat ütik. Én nem szeretem. Egyszerűen... Akkor is szól? Igen. Férfinak is? Igen, férfinek, sőt, még rendőrnek is szóltam. Hogy ne bántsák a gyengét. Igen. Én nem szeretem. Ugye a gyereknek sok verést kaptam, pont ezért nem szeretem. Ha a szép szóval nem tudom jó belátásra bírni, akkor a verés nem használ. Ön soha... még jobban elvadítsa őket. Ön soha nem emelt kezet a gyerekekre? Ritkán. Ritkán. Én 38 év alatt egyetlen egyszer vertem meg a fiamat, de akkor azért, mert nem találtam sehol, és mikor előjött, és nem mondta meg, hogy hol volt. És én már kiidegesítettem magam annyira, hogy azt hittem, valami baja történt, és mondtam neki, hogy fiam, ezt azért kaptad, mert nem mondtad meg, hogy hova mész. Meg halálra aggódtam magamat, hogy hol lehetsz. És azt mondta, anya, ne haragudj, soha többet nem csinálok ilyet. És nem fél attól, hogy ez a nagy-nagy szeretetadag kifogy egyszer? Nem. Ez nem még olyan? Nem. Még én élek, az megmarad bennem. Ez olyan, mint a mesében van az a bödön, ami sose nem fogy ki, mert újra meg újra termelődik. Az én alaptermészeten olyan, hogy még én élek, addig mindig lesz szeretet. Mások felé, a családom felé. Imádom az embereket. Sokan nem tudják, hogy az ember
Egy csoda, amikor megszületik. Egy csoda. A legnagyobb csoda, ami létezik a világon. És akkor mi elromlunk menet közben? Hát igen, van, aki félresik, klik, mint a vonat, mert azért, mert van, készen kap mindent, vagy annyira bugyolygassák, hogy mindent ő óvják, hogy nem tanulja meg az a gyerek a saját kárán, vagy alaptermészete olyan, hogy a szülőtől azt látja, hogy bántani kell a másikat, és ezt nagyon rosszul teszik, mert már óvodában el van az, hogy van olyan sok kisgyerek, aki oda megy a másikhoz, mert cigány, vagy gyengébb, vagy mit tudom én, és ott megy, és belerúg. És vissza lehet őket hozni a helyes útra? Igen, még kicsinek, igen. Felnőttként már nem annyira? Hát felnőtt, tehát már nehezebb jó útra téríteni. Hát akiben van egy kis hajlandóság arra, hogy a másik embert nem állatnak, hanem embernek gondolja, és szereti, mert úgymond Isten is mindenkit szeretett. Még az adószedőt is, meg az örömlányt is szerette. Úgy kéne az embereknek egymáshoz fordulni, mintha a testvére lenni. Nem könnyű agyba főbe puszígatni, de embernek kéne, és emberként kéne bánni egymásra. Hát Teréz anyu, akkor ne fogjon ki ez a nagy-nagy szeretet. Hát remélem, hogy nem fog ki, és nem is szeretném. Örülök, láttuk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Imponáló Görög Ibolya és Vidák Jolán felfogásmódja a bajokról és problémákról. Úgy tűnik, mintha az élet természetes velejáróiként tekintenének rájuk. Újra és újra a döntéseik fontossága ragadt meg bennem, nevezetesen, hogy jó részt el is tudjuk határozni, miképp állunk mindezekhez. Engem feltöltött a két hölgyel való beszélgetés. Ne feledjék, élni jó.